Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy gyertya mágia. Ennek a gyertyának van egy mágikus hatása. Kihat rám, kihat rátok. Ez most az energia mező. Én a gyertyát megolajoztam egy ilyen illatos olajjal, és a gyertya színének is van egy különleges jelentése. Ezúttal az arany színű gyertyát választottam, ami kihat az aranyra, az ékszerekre, vagy az anyagiakra, tehát a szertartás által, ezáltal az energia által javulni fog az anyagi helyzet. Ez áll a középpontban, amit ez az arany gyertya még kisugároz, ez a te fellépésed, a sikerek, hogy mások észrevesznek téged, vagy lesz egy arany középút, megvilágítja ezt az élet területet, és segít fontos döntésekben is. Most megnézzük a kártyákat. Itt látható, hogy szeretnél változásokat. Te fáradt vagy, kimerült vagy, erőtlen vagy. Nincs meg ahhoz most az erőt, hogy felállj, hogy gondold el azt, hogy tovább kell lépned. Az is lehet, hogy ez a kártya őre utal, hogy ő fáradt és kimerült. Itt a közelben megjelenik ez az ördög. Ez lehet egy hamis személy, aki hazudozik, becsap téged vagy őt, de az ördög jelent néha negatív gondolatokat vagy negatív érzelmeket. Mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy jelenthet félelmeket is. Ügyelj a gondolataidra, és ügyelj az érzelmeidre. Ez elmúlik, hiszen itt a torony mutatja azt, itt összeomlik minden. Az a fontos, hogy legyen egy irány. Mert ha én ezt a kártyát megfordítom, akkor nagyon érdekes a jelentése, mert az egyik alak lezuhan a mélybe, a másik pedig felemelkedik a csillagokba. És megvan ez az égi hatalom, ez a hit, ez a segítség. Attól függően, hogy melyik irányba tekintesz. A mélybe vagy a magasba. Körülötted vannak még igazságtalanságok. De ez a torony jelentheti azt is, mindez összeomlik, és akkor lesznek változások. Itt látható, hogy még valamit fogva tartasz. És ezek lehetnek a félelmek is, vagy egy bizonyos helyzet, ahol úgy érzed, ez biztos. Nem mersz lépni. Ez lehet egy szűkös helyzet is, munkahely, családi kapcsolatok, lakhely, vagy egy párkapcsolat. Azt is jelentheti, hogy van egy lelki társad, és olyan visszahúzódó és makacs. Most megnézzük, mit mutatnak még a kártyák. Bepillantunk a mélybe. Itt te vagy látható, ha te egy hölgy vagy. És ez a kártya, ez a táró kártya mutatja azt, hogy mennyire fáradt vagy és kimerült jelenleg. Szeretnél egy új irányba tekinteni, szeretnél változásokat, de nem tudod hogyan tovább. És mi ez az ördög, vagy ki ez az ördög? Ez lehet egy régi kapcsolat, lehet egy bírósági ügy is, ahol örökösödésről van szó, és valaki becsap téged. De ez a koporsó jelenti azt, hogy az ördög eltávolodik, a koporsó lezárja
ezeket a kapcsolatokat, a koporsó lezárja ezeket a negatív gondolatokat, a koporsó lezárja ezeket a negatív érzelmeket, tehát a koporsó nagyon sokat tud most segíteni, hiszen lezárja ezt az ördögöt. És milyen változások lesznek? Mi omlik itt össze? Itt látható ez a kasza, ez olyan dolgokat jelent, ami a hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Itt lesz egy meglepetés, az első pillanatban úgy fogod érezni, ahogy minden összeomlott körülöttem, de ennek van egy fontos jelentősége, mert miután ez elmúlt, lesz akkor egy új kezdet. Sőt, ez a kasza jelenthet meglepetéseket is, amikor valami olyan hirtelen jön, amikor nem számítottál rá. Itt látható, itt az érméknél, hogy vannak igazságtalanságok, és itt ez a horgony utal a munkahelyedre. A te munkahelyeden vannak ezek az igazságtalanságok, mert kihasználnak téged, nagyon kevés a megbecsülés, amit a horgony még jelenthet, a biztonság érzete, de mivel az igazságtalanság ott van a háttérben, lehet, hogy úgy gondolod, másoknak minden sikerül, és te valahogy úgy lógsz a levegőben, nem tudod hogyan tovább. És mi az, amit fogva tartasz, vagy ő tart fogva? Ő elengedi, tehát itt lesznek változások, kisüt a nap, megvilágít valamit, láthatóvá lesz valami, ezek a lehetőségek. És a nap energiája itt hasonló, mint a gyertyamágia, hiszen itt is az aranyról, a napról van szó. Ez az arany szín megsugároz, besugároz valamit, láthatóvá tesz itt valamit, ez lehet egy új kezdet. Azt is jelenti, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. Most szeretném ezt az energiát, ezt az arany energiát átutalni számodra. Csukd be a szemedet. Gondolj erre a gyertyára, gondolj az arany színre. Mi az, amit tisztán szeretnél látni? Mi az, amit tisztázni szeretnél valakivel? Milyen döntésekről van szó? Melyik ez az arany középút, ami sikerekhez vezet, hiszen ezáltal eléred a céljaidat? Ez az energia, amit itt most küldök nektek, ez segít ebben tisztán látni ezeket a dolgokat, segít a sikerekben, különösen, ami az anyagiakat illeti. Hiszen az arany az utal a gazdagságra, a jólétre is. Csukd be a szemedet, próbáld meg elképzelni azt, hogy milyen úton szeretnél járni, hol van ez az arany középút. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.